Jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Rubikon Esten, melynek ezúttal gróf Teleki László életpályája lesz a fő témája. Köszöntjük azokat is, akik a YouTube csatornánkon keresztül kapcsolódnak be a beszélgetésbe. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Erdődi Gábor történészt, korábbi vatikáni és németországi nagykövetünket, az ELTE professzorát, és debreceni Droppán Béla történészt, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusát, a Honismereti Szövetség elnökét. Mindketten írtatok a Béla által szerkesztett Teleki emlékkötetben. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a korábbi ismerettségünk okán tegeződni fogunk. Én Péterfi Gábor vagyok, a Rubikon Intézet munkatársa, az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium tanára. Vágjunk is bele. A Teleki család tagjai fontos szerepet töltöttek be Magyarország kultúrtörténetében. Az erdélyi és a magyarországi protestáns arisztokrácia meghatározó személyiségei voltak. Ha a Teleki László felmenőit nézzük, kiket érdemes kiemelnünk a mai esten, illetve hogyan kerültek a telekiek szirákra? Hát rögtön egy nagyon nehéz kérdés, mert egész este erről lehetne beszélni, hiszen nagyon gazdag ez a család. Magyarország és Erdély egyik legjelentősebb arisztokrata családjáról beszélhetünk. Csak ha az új magyar lexikon megnézzük, 21 fő szerepel benne, senki más család így nem. Talán a Betlen család tagjai még ennyien vannak, de ott ugye van betleni meg iktáli Betlen család. Szóval sokan sokat tettek ezért a hazáért. Általában Teleki Mihály erdélyi kancellárral szokták kezdeni. Egyébként a Galázda nemzetségből eredeztetik a családot, tehát már a középkorban ott van a család Magyarország történetében, illetve Erdély történetében aztán. De Teleki Mihály kancellár, erdélyi kancellár az, akit említenek. Első apafi Mihály idején volt ő erdélyi kancellár, korábban különböző katonai vezető tisztségei voltak, és ő az, aki a családi vagyon megteremti. 1685-ben ő az, aki grófi címet nyer. Később egyébként 1697-ben a család megkapja a német birodalmi grófi címet is, és utána az ő gyermekei, illetve leszármazottai még tovább gyarapítják a vagyon, de ő az egésznek az elindítója. Most utána tényleg szinte mindenkit lehetne említeni, mert minden nemzedék, például a protestánsok védelmét, az egyházuknak a szolgálatát nagyon fontosnak tartják. Tehát azt is lehet mondani, hogy a Magyarország és erdélyi reformátusság történetét a telekiek nélkül nem lehet megírni, mert vagy az erdélyi egyházkerület, vagy a dunamelléki, tiszántúli különböző egyházkerületek világi főgondnokai voltak, rengeteg iskolának is főgondnoka, például a marosvásárhelyi, nagyenyedi, kolozsvári vagy sárospataki kollégiumokért nagyon sokat tettek. Egyrészt adományokkal, tehát pénzbeli adományokkal, másrészt pedig könyvadományokkal. Ez is nagyon jellemző a telekiekre, tehát a protestáns védelem mellett nagyon jelentős a tudományosság iránti elhivatottság. Egyrészt támogatják a peregrinációt, tehát a Erdélyből a külhoni egyetemekre való egyetemjárást. Másrészt ők maguk is elkezdenek nyugaton pallérozódni, tehát a különböző iskoláik, a magánnevelés és az iskolák után a nyugati egyetemeket végeznek. Ez is egy tradíció lesz. Tulajdonképpen már Teleki Lászlónk dédapjától láthatjuk ezt, hogy a különböző alapvetően németországi egyetemeken tanulnak, vagy éppen svájci egyetemeken, tehát ez is egy fontos tradíció. És mindez a tanulás, a tudományosság, a művészetek iránti hajlandóság, az mindenképpen a nemzet, hogy a nemzetet szolgáljuk, a hazát szolgáljuk, tehát ez a,
a közösséget szolgáljuk. Ez az, ami apáról fiúra öröklődik. De alapvetően, hogyha ki kell emelni, akkor itt a kastély kapcsán is az ő nagyapja, Teleki József, az, aki nagyon jelentős személyiség volt. Ugye koronaőrként szoktak róla írni, de például az oktatás ügyben is fontos szerepet vállalt, amikor a pécsi tankerületet igazgatását megkapta második József alatt, de például második Józsefnek nemet mondott, amikor ugye az országot kerületekre osztották fel, és ugye azt a megyerendszert, ami a magyar, hogy is mondjam, önkormányzatot jelentette a birodalmon belül is, és az országon belül is, azt fel akarta ugye számolni második József, tehát ő például nemet mondott. Erre a haza volt mindig az első, de azért királyhűség is volt, vagy uralkodói hűség természetesen, de az első mindig a nemzet volt, és az egyház közösség iránti elhivatottság. Egyébként nagy építtető volt, ugye a Gernyeszegi kastélyt is ő fejezi be, ami az erdélyi Teleki központ, de Budán és Pesten is épített palotát, ugye itt Szilákon már a szépítése a palotának, például ennek a teremnek a kifestése ő rendeli meg, és ezen kívül hát a gyömrői kastély, amit még meg kell említeni. Ő az, aki Magyarországra teszi a Teleki család ezen ágának a központját, és hát a többi Teleki, nyilván többi Teleki ág marad Erdélybe, de az erdélyi kapcsolatait ő is megtartja, és még fia László is, a mi Teleki Lászlónk édesapja is, de alapvetően ők már inkább az ország reménybeli fővárosában is gondolkodnak, és ez nagyon fontos lesz. Fennmaradt egy napló, Teleki László naplója, hivatalosan jegyzőkönyvnek, Laci jegyzőkönyvének hívjuk. Mit lehet ebből megtudni a Teleki család és Szirák kapcsolatáról, az 1820-as, 30-as évek viszonyairól, az arisztokrácia és a település kapcsolódásáról, és Teleki László neveltetéséről is? Igen. Ugye két központja van igazából egy idő után a Teleki család életének. Nyári palotta lesz ez a Rót család által épített kastély, ami ugye itt, ahogy feljövünk a kapun, a kronosztikonon látszik, hogy 1748-ban készült el, és ugye Teleki József az, aki elveszi Rót Johannát, tehát a Teleki László nagyszüleinek ugye a kastélya ez, és miután elveszi 1761-ben Teleki József Rót Johannát, válik Teleki palotává ez a kastély. Ez egy ilyen nyári kastélyuk lesz. Télen az ilyen ridegebb időket ugye a pesti palotában töltik, és ez pedig a nyári, vagy hát a jobb idők alkalmával költöznek ki. Ez ilyen családiasabb, familiáris környezet, míg a pesti az ilyen reprezentatív. Tehát itt jobban elengedhetik magukat, itt ugye kimehetnek a természetben, nagy kirándulásokról ír Laci a jegyzőkönyvében, és a hivatalos, a reprezentatív rész, ahol egy kicsit jobban el is vannak zárva, az Pest, ahol egyébként ott vannak a táncórái, a zongora órái, és rajza is ott tanítják, de itt nagyon jól érzi magát, és fel is olvasnék Szilákra vonatkozóan egy idézetet. Mióta Szilákon vagyunk, írja Teleki Laci 10 éves korában, úgy megszerettem a falusi életet, hogy a városról többet nem is gondolkozok. Itt a kertben és a réten sétálgathatok, és friss levegőt szívhatok, a városon pedig többnyire a szobában kell ülni.
Tehát mindenképpen Teleki László később is nagy szeretettel gondolt Szilákra, az itteni évekre, és itt engedhette jobban el magát. Nyilván a nevelés is valamennyire más volt, bár Pestet is nagyon szerette, és ott is nagyvárosi sétákat tettek, de hát nagy különbség volt a két hely között. Folytatnám egy napló részlettel. Teleki László 10 éves, amikor ezt írja. Két fertály háromra ebédeltünk, azután eszembe jutott édespapa halála, és sírtam. Az apa nem hagyja magára végül is a gyermekét, kijelöli Erős Sándort, aki 13 éves szerződést kap, ő fogja nevelni igazából Teleki Lászlót, sőt, még kikötik azt is a szerződésben, hogy 3 évig majd külföldön tegyen vele egy nagy tanulmányutat, mint a nevelője. Mit lehet tudni ezekről az évekről? Bejárja az akkori Európát, Párizs, német nyelvterületekre is eljut. Milyen hatások érik az ifjú Telekit? Igen, itt nagyon fontos ez a jó neveltetés és az alapos neveltetés. Ebben az apáknak nagyon nagy szerepe van a telekieknél, és ezt már Teleki, idősebb Teleki László is örökölte, mert már a nagyapja is szinte programot adott, ő pedig egy részleteset, amit 80 oldalban le is írt, hogy azt tanulmányozza. Először egyébként a Szabó András nevezetű nevelő, aki az idősebb telekieket nevelte. 1796-ban írja ezt a Tanácsadás című könyvét. Ezt most Fábri Anna Aranyidők című nagyszerű kötetében fel is dolgozta, hogy Teleki Laci neveltetése hogy folyt, milyen programot, nevelési programot adott az édesapa. Nagyon korszerűt, ugye ő is Göttingenben tanult nyugaton az édesapa, egyébként már a nagyapa József is, sőt, egyébként Róth Tamás is a másik ugye védszülő, vagy Jénában tanult, tehát ez nagyon fontos volt. És ott a legmodernebb nevelési elveket is tanulmányozta, és tulajdonképpen ezt szülte el ebbe a munkába, és nem csak, hogy leírja Erős Józsefnek, hogy ezt a programot, hanem valóban a szerződésében leírja, hogy mit kell majd tanulnia, és ki neveltetti a nyugati egyetemeken ezt az Erős Sándor nevezetű fiatalembert. Tehát fizeti a tanulmányait, megmondja, hogy mit kell tanulnia, és azon kívül még tanulhat minden mást. És valóban, amikor hazajön, 10 éven keresztül kell a kis Lacit, illetve húgát, Augustát tanítania, és aztán 3 évig a nevelt fiúnak a nyugat-európai tanulmány útján, illetve az azt követő nyugat-európai útján kell követnie. Na most ebből végül is nem lesz semmi, mert sajnos ez a nevelő úgy nem válik be, mint az előző, Szabó András, aki aztán tovább megy, és Veselényi Miklósnak lesz a nevelője, ugyancsak Teleki László pedagógiai iránymutatása alapján, úgyhogy a híres Árvízi Hajós is Teleki László, aki egyébként rokonságban is volt természetesen, mint majdnem mindenki erdélyi arisztokrata családjai közül, tehát ennek alapján nevelődnek a teleki fiúk, tehát mindenre odafigyel az apa, és ha tanulmányozzuk a nevelési elveit, azok nagyon korszerűek, főként a korszakot nézzük. Például nem csak az apa szerepét hangsúlyozza, hanem az anyájét is, és a két szülő együttes felelősségét és odaadását hangsúlyozza, tehát nem csak azt, amit korábban főként, hogy a férfiak neveljék a fiúgyermekeket, és a lányok nevelésével az anyák foglalkozzanak, hanem mindkét nembeli gyermekeket mindkét szülő nevelje, és odaadóan tegye ezt.
Sajnos eléggé hamar meghal az apa, viszont az édesanyja, Mészáros Johanna bárónő nagyon sokat tesz a nevelésért, sőt, a német-francia nyelven ő tanítja tulajdonképpen, és még, ahogy írja a kis Lacika Hellász történetét is, ő adja neki elő. De egyébként minden ebbe a házba, ami Szilágyi kastélyban volt, tehát itt az átváltozások, a metamorfózis képei, vagy a goblejnek, amik akkor megvoltak, vagy a tárgyak az épületben, ezek is szolgálták a gyermekek nevelését. Annak kapcsán is elmondtak történeteket, ókori, vagy éppen erkölcsi tanítást tettek, tehát minden nagyon fontos volt. És nagyon fontos volt az a napló is, ami megmaradt az akadémia kézirattárában. Az szintén a nevelés szempontjából, mert a gyermeknek, ahogy leírta, hogy mit csinált aznap, egy ilyen ellenőrzés is, önreflexió is volt, és tulajdonképpen mindent leírt, és a fogalmazás készségét is nagyban erősítette. A pedagógia a Teleki családban nagyon fontos volt, Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik legnagyobb személyisége is, a Teleki család tagja. Nézzük a fiatal pályáját, a magyar arisztokraták pályáját követi. Jogi végzettséget szerez, a megyei közgyűlés táblabírává választja, a helytartó tanács gyakornoka, követi Bécsbe a bátyját, féltestvérét, Teleki Józsefet, aki a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárát fogja megalapítani, és itt a hivatalnoki pálya nem teszi őt boldoggá. Itt jön egy fordulat, és erre lennék kíváncsi. A 30-as évek végén, a 40-es évek elején egyre inkább megérik benne a gondolat, hogy szükség van változásokra, szükség van reformokra, és a magyar reformkor egyik meghatározó politikusa lesz. Miért? Hogyan jön ez a fordulat, hiszen mégiscsak Bécs, arisztokrácia, Habsburg környezet volt az a pálya, ami jellemezte a magyar arisztokraták útját. Ő vagy én? Átadom szívesen. Elkezdeném, aztán hogy is mondjam, az okos dolgokat majd professzor úr mondja. De tulajdonképpen ugye elképzeltek neki is egy hivatali pályát. Ugye a bátyja, aki egyben a gyámja is volt, ugye több évtizeddel volt idősebb, tehát szinte az apjának számított, és ő és édesanyja lett a kis Laci gyámja, tehát ő odafigyelt mind a neveltetésére, szintén mind a pályáján el kívánta indítani. Na most ugye Sárospatakon végezte a jogi akadémiát, vagy a felsőbb tanulmányokat, Teleki László, annál a Kövi Sándor professzornál, ahol Szemere Bertalan, illetve Kossuth is tanult ezeket a jogi alapokat, és utána szokás volt, hogy gyakornokként tulajdonképpen fizetés nélkül beállt így a budai helytartó tanácsnál, majd Bécsben is, de ő írja egy levelébe, hogy ő a Metternich rendszert nem bírja és nem akarja szolgálni, tehát neki ebből elege volt. Valószínű hivatalban nem is nagyon kellett bemenni, viszont járta a társasági eseményeket, például Rádai Klaudiával, vagy Rédei Klaudiával megismerkedett, és hát szerelmes is lett bele, nagyon szép hölgy volt, de aztán ugye Sándor württembergi herce vett el, és így lett II. Erzsébet ükanyja, illetve a mostani Károly királynak a szép anyja, de Teleki László is belé volt szerelmes, ez csak egy érdekesség. Tehát, és utána megy ugye a nyugat-európai tanulmányokra, de az udvarra figyel, hogy ne a Göttingeni Egyetemre menjen, ahol már az apja és a nagyapja járt, mert az gyanúsan liberális, hanem inkább máshova, és a berlini egyetemen aztán 2,5 évet jogot hallgat. Tehát már ott figyeltek rá, és később is azt gondolták, amikor visszatért a nagy nyugat-európai útjáról, és Erdélybe kezdi el a pályáját, akkor azt gondolják, hogy hát olyan konzervatív lesz, mint a bátyja, Teleki József, aki aztán ugye Erdélynek a kormányzója is lesz, többek között az öccse politikai fellépésének is köszönhetően, mert mást akarnak ugye Erdélyben. És
És tulajdonképpen Erdélyben élve még nincs meg az a politikai nagy krédója, tehát ahogy Fónagy Zoltán rámutatott, nem a nyugat-európai útjai azok, amelyekből hazaérkezve teljesen készen van az ő, hogy is mondjam, politikai elképzelése. Nyilván az ellenzéki attitűd benne van, már édesapja, idősebb László is Mára Marosnak ellenzéki követe volt, és a családban benne van, de nyilván, hogy ő annyira ilyen szempontból korai halála miatt fiára nem tudott hatni, de ott nagyon hamar az erdélyi reformellenzék tagja lesz, és ott alakul ki az a politikai, hogy is mondjam, krédó, igen, egyszer már használtam, ezt akartam kikerülni, hogy amit aztán tényleg a magyarországi főrendi házban Batthyány Lajos mellett, aki a legjobb barátja lesz, tényleg még jobban ki tud alakítani, és az 1840-es évek közepére, a 44-es országgyűlésre azért már, hogy is mondjam, ez készen áll, és majd együtt alakítják azt a programot ki, amit ugye ellenzéki nyilatkozatként is ismerünk, de akkor tényleg ennyivel én összefoglalnám, hogy indult ez. Hát igen, én kapcsolódnék az elmondottakhoz, nem megismételve, amit már elmondott Béla, de hát nyilvánvaló, ha nem is tudjuk szövegszerűen forrásokkal igazolni, hogy a nyugat-európai útja, tapasztalatszerzése mekkora hatással volt rá, hát nagyon nagy hatással volt, hát mégis ott ismerte meg azt a európai progresszív politikai, társadalmi fejlődést, amit talán akkor tudatosított magában megrázó erővel, mikor hazajött, és újra belecseppent abba a közegbe, ami az akkori magyar politikai társadalmi viszonyokat jellemezte. De hát azért Metternich tett azért, hogy ezt minél drámaibb erővel érzékelje, hiszen ugye 33-36 között járt a Nyugat-Európát. Hazaérkezik, mi zajlik Magyarországon? Megindultak a hűtlenségi perek. Veselényi perbefogása, a lovasi, a forradalmi ifjak perbefogása, 37-ben Kossuth perbefogása. Hát ha addig nem érzékelte volna a kontrasztot, itt aztán egyértelműen szembesül azzal a világgal, ami az ő egyrészt kezdetektől haláláig meghatározó jellemzője, a morális tartás, az erkölcsi igény, a normák. Ez mind ütközik az akkori magyarországi viszonyokkal. Tehát egyrészt az egyik döntő hatása. A másik a már említett erdélyi. Ugye őt 37-ben választják meg, az erdélyi országgyűlésen fogaras követeként vesz részt, és hát megdöbbenve éli meg, hogy semmit nem tud tenni azért, hogy a magyarországi erdélyi átalakulás is az említett nyugat-európai irányba bontakozzon ki. Erdélyben jön rá, hogy az eddigi követett út nem vezet tovább. Valami egészen más, valami egészen új megoldást kell keresni. És visszatérve Erdélyből, ugye 37-38-as országgyűlésre van szó, a királyi magyarországi közéletbe kialakuló kapcsolatai, majd Batthyányival egészen meghatározó, de hát már korábban Széchenyivel, aki szintén óriási hatással van rá, elindul azon az úton, ami nem egyszerűen csak követi majd a ifjúkora példáit, hanem azt nagyon sok ponton meg is fogja haladni. Ezek tehát azok a legfontosabb mozzanatok, amelyek megérlelték benne a nagyváltást, a felvilágosult rendi ellenzékiség, patrióta elkötelezettség minden értékét ötvözve és meghaladva egy polgári demokratikus irányú átalakulás, ami az ő ekkor induló és egészen haláláig meghatározó útját fogja jellemezni.
Mindjárt folytatjuk a politikai pályát, de érdemes egy kitérőt tennünk. Mindössze 20 éves, amikor 1841-ben megjelenik a Kegyenc című drámája. Milyen volt ennek a fogadtatása? A Nemzeti Színház bemutatja, miért írta meg, egy ókori téma, miért lehetett ez fontos egy 20 éves arisztokrata fiatalnak? Hát a fogadtatással kezdjük, akkor sajnos nagyon negatív. Nem volt sikertörténet írói próbálkozása a színházi premier. Valószínűleg azért, mert meglehetősen nehézkes stílusban ír. Valamint a történet is rettenetesen bonyolult, amit ő ebben megír. Ugye a római birodalom bukása előtti közvetlen évek az, amit feldolgoz. A történet nagyon röviden, csak annyi, hogy egy Petronius Maximus nevű meglehetősen negatív figura tör a hatalomra, császár szeretne lenni. És ennek érdekében a legaljasabb eszközökkel, akár feleségét is feláldozva, kiszolgáltatva a Kéjenc császár szerelmi tébolyának, mindenben megengedhetetlen kompromisszumot köt, hogy elérje célját. Hosszú folyamat végül is eléri, de a sors igazságot szolgáltat. Néhány hónapig volt csak császár, és a nép fogja elpusztítani. Miért írja ezt? Mi az, amit Telekit motiválhatom? Ugye a római birodalom bukásának közvetlen előestéjén vagyunk. Egy korrupt, egy immorális, dekadens társadalom, amely a végoráit éli. Ő a magyarországi társadalmi helyzet anakronizmusára is kíván ezzel utalni. Olyan társadalmi közeg, amely képtelen a megújulásra, amelynek az egyik fő oka a bécsi politika, az uralkodók tehetetlensége. Olyan immorális, olyan világot ábrázol ebben a római témához visszanyúló drámában, amely tulajdonképpen egészen konkrét utalásokkal és kiszólásokkal a korabeli magyarországi viszonyokra rímel. És mi az üzenete? A morális mindenben, egész életét végig kíséri ez a meghatározó mozdulat. Politika, morál. Összeegyeztethető vagy szétválasztható. Az ő drámájával is azt üzeni, hogy a morál ellenes politika nem lehet sikeres. Rövid távon átmeneti sikereket elérhet, de végül is a sors igazságot szolgáltat. Tehát a másik a felelősség, a politikus felelőssége. Mi az, amivel a rábízott a társadalom nemzet irányában a feladata. Ezek azok a kérdések, amiket ő boncolgat, és bár nagyon negatív főhőst a középpontba állítva, de mégiscsak vázolja azokat a fő irányokat, amely szerinte el kell, hogy vezessen az érdemi változáshoz. Ez volt az ő drámájának az üzenete tulajdonképpen, és itt azt szeretném nagyon röviden említeni, ugye az, hogy egy politikus, egyben író is, ez ebben a korban nem volt egyedülálló. Hát gondoljunk Eötvös Józsefre, milyen csodálatos regényeket ír, miközben az egyik legjelentősebb politikus a reformkorban. De ott van Kemény Zsigmond is. Tehát olyan próbálkozás, ami benne van a levegőben. A különbség talán az előbb említett két másik példával szemben, hogy Teleki nem lesz sikeres író, nem is fog újabb kész munkát elkészíteni. Többször neki rugaszkodik, próbál még a Mohácsi vészről, más témákról is drámát írni, de egyiket sem fogja tudni befejezni. Tehát ugye felvetődik a kérdés, hogy írói karrierjét a kudarc, a
a dráma, a színház bemutatás kudarca törte el ketté. Biztos, hogy nem, mert hogyha egy olyan belsőleg motivált, feszülő talentum kíván kibontakozni, akkor megtalálta volna a lehetőséget erre a későbbiekben. De ezzel együtt nagyon fontos drámáról van szó, órákig lehet róla beszélgetni. A szakirodalomban is a legkülönbözőbb értékítéleteket olvashatjuk. Vannak olyan irodalom történészek, akik Madács tragédiája és Katona bánkbánya mellett a harmadik legnagyobb, legjelentősebb magyar drámának tekinti Teleki munkáját. Vannak azok, akik pedig ennél sokkal negatívabb ítéletet mondanak róla. Azt hiszem, tényleg nem remek mű, de nagyon érdekes és izgalmas. Úgyhogy ha van lehetőségük rá, én jó szívvel ajánlom, hogy olvassák el. Nagyon tanulságos. Igen, annyit tennék hozzá, ugye, hogy Széchenyi meg Eötvös József kimondottan pozitívan nyilatkozik róla, és általában azért azt is látják, és azt hiszem Teleki is azt mondja, hogy rosszul vitték színpadra, tehát nem volt túl szerencsés a mondjuk az ős bemutató, így mondva, de az sem használ az egésznek, hogy a főszereplő negatív. Általában egy drámában, vagy akármilyen színpadi műben kell egy pozitív szereplő, ez a filmekben is jó, ha ugye van, de amit még el szeretnék mondani, hogy viszont Íj és Gyula aztán átdolgozza, és idézőjelben fogyaszthatóvá, vagy ilyen módon jó rendezéssel sikeresebbé is teszi, és most már azt a változatot szokták játszani, és ha már Íj és külön címmel egy drámát ír magáról, Teleki Lászlóról, és az is nagyon sikeres lesz, illetve a legjobb színészeink játsszák, ugye Sinkovics Imre például, úgyhogy ennyit tennék csak hozzá, de ez azért fontos az ő életében, de hát a politika minden idejét elveszi azért, tehát az lesz a fő csapás irány. És maradjunk is a politikánál, az 1840-es években a főrendi ellenzék egyik meghatározó képviselője, a Védegylet alelnöke, ugye a Magyarországi Iparosítást támogató egyesületről van szó, és 1847-re az addig megosztott ellenzék lényegében egyesül, megszületik az ellenzéki nyilatkozat. Itt is mindig Kossuth, Deák, Batthyány nevét szoktuk elmondani, holott a nemzeti kör elnökét Teleki Lászlónak hívják. Milyen szerepet játszott Teleki László az ellenzéki egység, tehát a Béccsel szemben megfogalmazódó ellenzéki egység megszületésében? Kulcs szerepet. Fantasztikus, nagy teljesítmény, amit Teleki ebben az összefüggésben is produkál. Igazságtalanság nincs a helyére téve még az, hogy ez kellő hangsúlyt nem kap nemzeti emlékezetünkben, tudatunkban, talán még a professzionálisnak nevezhető történetírásban sem, hiszen Batthyány és Kossuth mellett ő az, aki a legnagyobb erővel, a leghatékonyabban szorgalmazza egyrészt az ellenzéki párt létrejöttét, másrészt az ellenzéki program megfogalmazását. A Védegyet alelnökeként is természetesen, az ellenzéki kör elnökeként. Az ellenzéki kör lesz a pártalapítás, a programalkotás folyamatának a központja, a mozgatója, a motiválója, összefogója. Teleki óriási energiával sürgeti az ellenzéken belül a program és a pártalakítás megvalósítását. Deákot is ugye említenünk kell, hiszen az ő szerepe semmivel sem kevésbé fontos, de Deák nem a nyilvánosság előtt, illetve nem a pártalakítás fórumain fejti ki aktivitását, ő más típus, ő visszafogottabb, viszont a program végső formáját, tartalmát meghatározó fázisban kulcs szereplő. És hát ugye ott van az említett rendi országgyűlés, a főrendi ház, ahol 39-ben megalakul a főrendi liberális ellenzék.
Ennek óriási jelentősége van a politikai fejlődésben, hiszen ezek a óriási nevek, mint Batthyány, Eötvös, Teleki, és még sorolhatnám, óriási tekintélyű arisztokraták is az udvarral szemben lépnek fel, és ez a formálódó közvélemény számára meghatározó élmény, hogy nem csak az ilyen nincstelen nemesek, kisnemesek, akik lázadoznak az udvarral szemben, hanem azoknak a családoknak a képviselés, akik a korábbiakban is a lojalitás, udvarhűség meghatározó tényezői voltak. És hát emellett akkor a programhirdetés, ugye? Teleki a legprogresszívebb, legdemokratikusabb töltésű állásfoglalásokkal formálja ezt a programot. Olyan alapkérdésekben, mint a jobbágy felszabadítás, az érdekegyesítés megvalósítása, az egyházpolitikai reformok, a katolikus egyház monopóliumának csökkentése, a protestáns egyházak emancipációra kihívása, a vegyes házasságokban a reverzális kényszere, tehát a reverzális az volt, hogy a vegyes házasságok megkötésénél arra kényszerítették a protestáns felet, hogy tegyen írásbeli nyilatkozatot, hogy katolikus szellembe fogja a gyermeket nevelni. Tehát csoppa olyan kérdésben nyilvánul meg Teleki, amely az akkori átalakulás kulcskérdésének nevezhető. Az ő demokratikus, liberális állásfoglalása, befolyása meghatározza a főrendi ellenzéknek, de általában az akkori ellenzéknek a gondolkodását, működését, és ezzel ugyanolyan kulcsszereplő lesz, mint amennyire a párt alakítás a pártszerű működés kereteinek megteremtése kérdésében. Azt hiszem ez a legfontosabb. Köszönöm. Az európai forradalmi hullám 48 márciusában eléri Magyarországot is. Hogyan fogadja Teleki László a forradalmat? Ugye kiderült, hogy Batthyány Lajos barátjáról, egyik legjobb barátjáról van szó, és hogyan lesz ő 48 nyarának végén a szabadságharc diplomatája? Milyen feladatot szántak neki Batthyány Lajos miniszterelnök és környezete? A közvetlen előtörténetben fontos azért említenünk, hogy Teleki sem a forradalom híve. Általában Kossuthék sem. Az ő úgymond radikalizmusok Széchenyivel szemben nem a forradalom kirobbantása, hanem a forradalom megelőzése érdekében fogalmazódik meg. Azért kell radikális reformokat hozni, hogy megelőzzük a forradalom kitörését. Van is egy ilyen levele Vörös Martihoz. Így pontosan, pontosan. Ugye? Közvetlen ez a bécsi március 13-i forradalom hírére. Igen. Tehát az a levél, amikor mondja. Igen, igen, igen. Tehát ugye Vörös Marti Pest-Budán tartózkodik, és arra kéri, hogy mindenképpen Petőfiéket fogja vissza, és ne legyen forradalom. Aztán ez azért változik a következő napokban, hetekben már. Egyébként csak annyi, hogy az első kormánynévsorban, ami megjelenik már talán március 17, de mindenképpen márciusban, ott hadügyminiszterként szerepel az ő neve, de ő nem vállal semmilyen kormányzati tisztséget. De miért őt kéri? Miért ő az egyik útszerep abban, hogy Pesten ne törjön ki forradalom, vagy hogy lecsendesítsék Petőfiéket, hiszen ő nekik már korábban Telekinek szoros kapcsolata van a radikális ellenzéki körökkel. Rendszeresen látogatja a Pilvax összejöveteleit, ami átalakít ellenzéki körré, ugye, amelyben a fő partner az a Nyári Pál, aki a radikális nemesi ellenzéknek akkor a legjelentősebb
képviselőjének nevezhető. Tehát a személyes együttműködés, ami nincs, nem csak személyes rokon szemf, hanem a tartalmi találkozásnak is eredménye, már ekkor a radikálisok irányába is nyitottá teszi. De ahogy Béla mondja, ott még március 13-a, 14-én ő is amellett érvel, hogy fogjuk vissza az energiát, és előzzük meg a forradalom kitörését. Mitől változik? Hát ugye ő is tagja annak a március 15-én Bécsbe utazó magyar küldöttségnek, a Pozsonyi Országgyűlés küldöttségének, amely az uralkodóhoz viszi az országgyűlés kívánságait, a felirati javaslatot jóváhagyásra, amely már hát a párizsi-bécsi forradalom hatására lényegesen radikálisabb tartalmú, mint a korábbi időszakban megfogalmazott követelések. Mit tapasztal Bécsben az uralkodó házzal folytatott vitákban, találkozások tapasztalapján? Ő megérzi azt, nem csak megérzi, világosan látja, hogy Bécs ellene fog a magyar törekvéseknek dolgozni. Lehet, hogy kényszerből, a forradalmi kényszer hatására belemegy kompromisszumba, de Teleki világosan felismeri azt, hogy Bécs az kompromisszum megkötése után, kényszer kompromisszum, azonnal az engedmények visszavonására fog törekedni. Tehát Teleki itt formálódik a forradalmi megoldás irányába nyitottabbá, a radikális megoldás irányába, Bécsel szemben, a magyar nemzeti törekvésekkel szemben, politizáló Bécsel szemben, ő már radikális eszközöket is igénybe kíván venni. Nem véletlen, hogy az egyenlőségi kör nevét is radikál körre változtatja meg 48 április végén. Ugye 48 április 11-én hirdetik ki Pécs Pozsonyban a áprilisi törvényeket, amely a magyarországi polgári átalakulást megalapozza, a nemzeti önrendelkezés törvénycikkeit is meghozza. Ő nem vállal a kormányban tisztséget, bár Batthyány egyik legjobb barátja, mondhatjuk, hogy a legjobb. Ugye Batthyány egy nagyon tekintélytisztelő, ugyanakkor nagyon tekintélyt elváró arisztokrata volt. Nagyon nehezen nyílt ő meg a magánkapcsolataiban is, és nehezen fogadott be embereket a saját világába. Teleki volt talán az, akivel a leginkább a saját személyes, akár intim titkait is megosztotta, és akivel együtt működik. De a nagy baráti kapcsolat ellenére sem vállalt Teleki, hiszen ő már ott látja, hogy ő nem tudja majd azt a kormánypolitikát belülről támogatni, amely Bécsel szemben engedékenyebb kompromisszumokat kereső, ő a radikális irányba lép tovább. De itt hagyd mondjam el, szabad még azt, hogy azért ezt a történelmi helyzetek ebben a konkrét helyzetben is semmi most szó van, de később is, előtte is, sosem fekete-fehér, igen nem, egyértelmű problémakörök. Mindig nagyon összetett és nagyon ellentmondásos tények, folyamatok kombinációja, ütközése az, amelynek a végén majd valami ilyen megoldás születik. De általában ezeknek a nagyon összetett helyzeteknek az összetevői reális, még ha egymással ellentétes, egymást kizáró tendenciák is, önmagukban reális történelmi üzenetekkel rendelkeznek, és ezeknek a helyzeteknek a megoldáshoz vezető folyamatában ezek a komponensek részt vesznek. Tehát ahhoz, hogy a magyar kormány majd Bécsel szemben eredményesen politizáljon, ahhoz egyrészt szükség lesz a radikális ellenzékre, amely folyamatosan nyomás alatt tartja. De ez nem jelenti azt, hogy abban a helyzetben a radikális ellenzéki program lenne a megoldás, hiszen Batthyányéknak úgy kell politizálni 48 tavaszán, 48 nyarán, hogy megőrizzék Magyarország stabilitását, és arra törekedni, hogy a békés megoldás érdekében
minden lehetőséget megragadjon. Hogy amikor majd eljön az a pillanat, amit Teleki már ott március 15-ig napokban Bécsbe felismer, hogy a vége az ütközés lesz. Amikor eljön a pillanat, akkor a magyar nemesség, amely ugye a forradalmi átalakulás hajtóereje, amelynek támogatása, a tömegbázis támogatása nélkül se forradalom, se önvédelmi háború, se szabadságharc nincs, de ezt a tömegbázis, ezt a derékhadot meg kell győzni arról, hogy a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a fegyveres összetűzést elkerülje. Be kell bizonyítania, hogy a 48 áprilisi törvényekben megteremtett törvényes alapot a bécsi abszolutizmus rúgta fel, amelyben Magyarország belekényszerül az önvédelmi háború vállalásába. Tehát ezt, bocsánat, ennyire belementem, de itt azt szerettem volna ezzel érzékeltetni, hogy itt nem lehet úgy feltenni a kérdést, akkor most Batthyánynak van igaza, Széchenyinek van igaza, vagy Telekinek van igaza. Valamennyien képviselik az összkomplex jelenségnek elemeit, és ahhoz, hogy valami sikeres megoldás ebből kialakuljon, valamennyi összetevő együttműködésére van szükség. Tehát Teleki nem vállal kormánytagságot, a radikális ellenzék élére áll a parlamentben, de az is nagyon fontos és csodálatos ebben a korban, hogy úgy lehet valaki a radikális ellenzék főképviselője, hogy közben a miniszterelnökkel a baráti, személyes, meghitt kapcsolata nem sérül, nem követeli meg a politikai állásfoglalás az, hogy a szemben levő felett kitagadjam. Később Deákkal is így lesz. Deákkal is így lesz, így van. Nos, egyelőre ennyit. Megsejtette a jövőt Bécs valódi arcával kapcsolatban, és talán a nemzetiségi kérdés tekintetében is ugyanezt mondhatjuk. Van egy nagyon híres mondat a Teleki Lászlónak, ezt gyakran szokták idézni, ezt felolvasnám. Különféle nemzetiségek iránt a jogkiosztásban legyünk mentől bőkezűbbek. Nem csak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. Most nagyot ugrottunk, ezt 1849 tavaszán írja Kossuth Lajosnak, már fél éve tart a szabadságharc, amit ő megsejtett. Hogyan lehet értelmezni ezeket a sorokat? Mit akart ezzel üzenni Kossuth kormányzónak? Igen. Tehát 48. szeptember elején indult Teleki Párizsba. Azzal a megbízással, hogy az önálló Magyarország követeként működjön. Nagyon jól előkészített misszió ez, hiszen Párizs kezdeményezte Magyarország felé. Másrészt pedig ígéretet tett, nem csak arra, hogy elismeri Telekit követnek, hanem elismeri Magyarország önállóságát, sőt, Pestre követet küld egy Pascal Dupré nevű úr személyében. Tehát amikor elindult Teleki szeptember első napjaiba Párizsba, minden nagyon szépnek tűnik, és nagyon biztatónak. Ez az akció nem olyan, amit aztán a történetírásban sokszor próbálnak elhitetni, hogy egy provinciális magyar kormány, provinciális nemzeti gondolkodás nem látja az európai valóságot, nem ismeri a nemzetközi körülményeket. Ez nem igaz. Mindent nagyon jól ismernek, nagyon jól látnak, és egy így előkészített misszióval indult Teleki. A probléma az, hogy megérkezik, az első napokban ennek megfelelő a fogadtatása, bemutatják a külügyminiszternek, bemutatják a kormányfőnek, a parlamentben, Párizsban be is jelentik a francia követ Pestre küldésének tényét, majd itt hirtelen ketté törik ez a pozitív folyamat. Közben jön, és Bécs tiltakozik Párizsban, és Casus Bellinak nevezi, hogyha nem vonják vissza Teleki elismerését. Ennek következtében a francia politika, amely egy nagyon ellentmondásos sajátos jelenség, de végül is meghátrál
Bécs ultimátuma előtt, és Teleki pillanatok alatt légüdestérbe kerül. Mi az, amit Teleki megtapasztal ebben a negatív fordulatban? Az, hogy Magyarországról egy nagyon negatív kép él Párizsban, de ugyanezt láthatjuk Londonban, és ugyanezt tapasztalhatjuk a belga közélemény alakulásában. Egy olyan kép, amelyet elsősorban a bécsi ellenforradalom terjeszt, amivel a nyugat-európai társadalmat, politikát befolyásolja, másrészt a Párizsban működő nemzetiségi emigrációk. Ez a negatív kép pedig azt terjeszti, hogy Magyarországon tulajdonképpen a nemesi arisztokrata uralkodó osztály arra törekszik, hogy a szabadságot elfojtva a nemzetiségeket kiírtsa. Felismeritelek, hogy változtatni kell, nincs esélyünk, amennyiben nem tudjuk meggyőzni a nyugati közvéleményt arról, hogy ezek az állítások nem igazak. Másrészt ugyanakkor azt is felismeri, hogy a magyar politikai elit addig képviselt politikai álláspontja, hogy a Szent Istváni Magyarország integritása, területi egysége kikezdhetetlen, ez tarthatatlan. Teleki azt ismeri fel, hogy nem csak a Habsburg Birodalom, de sajnos Szent István Magyarországa is halott. Nem tartható fenn, változtatni kell. Ahhoz, hogy ez a változtatás úgy történjen meg, hogy Magyarország, a magyar nemzet, a magyar nép minél kisebb áldozatokat kelljen, hogy hozzon, ezért elébe kell menni a folyamatnak. Jogokat kell adni a nemzetiségeknek. Bizony kegyetlen dilemma ez, amit a magyar politikai elit az egész 19. században nem tudott feldolgozni, és nem találta rá megoldást. De Teleki lát egy megoldást. Ő határozottan azt képviseli, hogy a nemzetiségek egyenjogúságát el kell ismerni, területi autonómiával kell őket felruházni, demokratikus jogokat kell biztosítani számukra ahhoz, hogy valamilyen formában a Magyarországgal, a magyarsággal való együttműködés menthető legyen. Ehhez kapcsolódik ugye az a koncepciója, hogy az így megreformált Magyarországot pedig egy dunamenti népek konföderációjában helyezi el. A dunamenti népek, ugye Szerbia, a román fejedelemségek és Magyarország a mag, ehhez csatlakozhat akár Bulgária is, esetleg Csehország, Morvaország, nagy együttműködésbe esetleg a helyreállítandó Lengyelországgal, de a lényeg a dunamenti népek együttműködése, konföderációja. Olyan államszövetség létrehozása, amely a magyarországi nemzetiségek számára is elfogadható, és amely biztosítja azt, hogy az együttműködő népek hatékonyan szembe tudnak állni, nem csak az osztrák abszolutizmussal, hanem a folyamatosan levegőben lovott cári orosz pánszláv terjeszkedéssel szembe is. Ez tehát ennek a május 11-i levélnek a háttere és tartalma. Ugye főleg a 21. századból visszatekintve nagyon könnyű okosnak lenni, és felismerhetjük, hogy Telekinek nagyon igaza volt, de valóban probléma csak az, hogy rajta kívül a 15 millió magyarból más nem gondolta így. Tehát ő... Kossuth sem akkor. Kossuth sem. Kossuthtal hallatlanul komoly vitákba kerülnek, nem a demokratikus alapelvek kérdésében, hanem abban, hogy Kossuth elutasítja a területi autonómiák kérdését. De ennek is megvan az oka, tehát amit előbb említettem. Ezek az ellentmondásos helyzetek nagyon-nagyon összetett helyzetek. Tehát Teleki világosan látja, ha nem adunk időben jogot a nemzetiségeknek, Szent István Magyarország a halott, szétesik,
és Magyarországot megbüntetik. Kossuth is próbál ebben az irányban gondolkodni, de ekkor még azt hangsúlyozza, hogy a területi autonómia nem old meg semmit. Tudnélik, a magyarországi nemzetiségi kérdésnek nem csak az a sajátossága, hogy a Magyar Királyság sok nemzetiségű, hanem a legtöbb esetben az egyes területek kevert nemzetiségűek. Tehát etnikailag nem elkülöníthető nemzetiségi blokkokból áll, hanem adott területeken, legyen ez a későbbi Vajdaság, legyen ez a Párcium, kelet-magyarországi terület, stb. A nemzetiségek összekeveredve élnek egymás mellett. Tehát a területi autonómia, mondjuk azt, nem old meg semmit, mert a többségi-kisebbségi viszony reprodukálódik, csak ellenkező előjellel. Ezért Kossuthnak az a véleménye, hogy területi autonómiák helyett a megyei szintű közigazgatási autonómiák bázisán a demokratikus szabadságjogok biztosításával kell megpróbálni kezelni a helyzetet, mert utal arra is, hogy a területi autonómiák megadása olyan helyzetet teremt, ami előbb-utóbb a nemzetiségekben az elszakadást és a szomszédos anyanemzetekkel való egyesülést fogja előmozdítani. Igaza van Kossuthnak. Igaza van Telekinek, de a két igazság egymást kizárja. Ugyanakkor ebben a kérdésben nem főleg az a probléma, vagy nem az a legnagyobb probléma, hogy Kossuth és Teleki között nincs közös nevező, hanem Kossuth a maga álláspontjával szintúgy legalább annyira elszigetelődik a hazai magyarországi politikai elitben, mint Teleki. A magyarországi politikai elit nem akar hallani sem területi autonómiáról, sem megyei közigazgatási autonómiáról, semmi olyan demokratikus megoldásról, amit Teleki és Kossuth felvett, ragaszkodik ahhoz, hogy egy politikai nemzet létezik, a magyar. Ez az egy politikai nemzet, ez nem ismer nemzetiségeket, más ajkú polgártársak élnek Magyarországon, de a önálló nemzetiségi attribútumokkal nem kívánja ezeket a közösségeket felruházni, és hát végülis ez az álláspont egészen Trianonig megmaradt, vagy bizonyos gondolkodásokban talán napjainkig tovább él, és hát ez okozta az igazi problémát a 19. századi magyar fejlődésben. A történelem nem fekete és fehér, láthatjuk. Én meg közben az órámra nézek, és 10 percünk van, és még a Teleki életműnek van egy nagyon izgalmas szakasza, úgyhogy erről is beszéljünk. 1849 után a szabadságharc leverését követően Telekit is halálra ítélik, a bécsi udvar halálra ítéli, nevét bitófára szegezik, mint Andrássy gróf esetében, külföldön él, főleg Franciaországban. Az 50-es évek végén azonban újra találkoznak Kossuth, Klapka és Teleki. Feláll egy emigráns magyar kormány, forrong a magyarországi helyzet, Teleki László kalandos úton Magyarországra kerül. Ha nagyon röviden ezt összetudnátok foglalni, hogy hogyan került Magyarországra, mi volt a célja, és felteszem a kérdést, mi vezetett 1861. május 7-én éjszaka oda, hogy Teleki László gróf főbe lőtte magát. 5 percünk van erre. Húha, mert hogy erről lehetett volna az egészet is tartani. Igen, Drezdában találkozik Orczy Istvánné Liptai Augusztával, aki az ő nagy szerelme volt egyébként már a reformkortól kezdve, tehát és ez a szerelem, ez a kapcsolat tartott, emigráció alatt is levélváltások voltak, ugye titkos levélváltások, persze a titkos rendőrség ezeket mind figyelte, és végül is Drezdába megy Liptai Augusta, és ott találkoznak, de ez hát egy nagy tévedés, vagy egy nagy baklövés volt az ő részéről, ugye figyelték őket, és ott végül is a szász rendőrséggel is fogja,
kiadja ugye az osztrákoknak, és börtönbe került, tehát Bécsbe, és végül is itt kegyelmet kap Báróvai Miklós közbenjárásával, de meg kell ígérnie, hogy nem politizál, nem tartja az emigrációval a kapcsolatot, tehát minden politikai működéstől mentes lesz, és állítólag ugye le kellett egy esküt erre tennie, és akkor szabadságot kapott. Na most igazából ugye itt a nyugati emigráció felé elhíresztelik, hogy ugye hűségesküt tett, hogy megtagadta mindent, amiben addig hitt. Hát ugye ez nem igaz, és nagyon érdekes, mert ekkor veszi Bécsben, ezt tudjuk az unokaöccsétől, a fegyverpárt egyébként, amivel később öngyilkos lesz, ugyanis akkor nagyon közel eljut ahhoz, hogy ezeket a rágalmakat máshogy nem tudja feloldani. Jósika Miklósnak ír levelet, amit aztán továbbít Kossuthnak Jósika, ami beleírja az ő verzióját, illetve hát mondjuk így, hogy az igazságot, nem amit az osztrák propaganda ugye terjesztett róla, de Andrássy Gyulának abban az időben elmondja, hogy ezt a helyzetet ő máshogy nem tudja feloldani, csak ha öngyilkos lesz. Tehát ez 1861. januárjában már van egy ilyen helyzet, egy lelki állapot, és hát később ez a lelki állapot fokozódik. Ugye végül is, ami feloldja ezt a helyzetet, az az, hogy meghívást kap az országgyűlésre, amit ugye összehív Ferenc József, és megvan a meghívó levél is az országos levéltárban, tehát ezt ki is állítottuk annak idején a kiállításon, tehát kvázi a felmentést megkapja. Igen ám, de ő nem úgy vesz részt a politikában, ahogy neki megadták, nem a főrendi házba megy, hanem ahogy már 48-ban Abonynak lesz a követe, és a képviselőházba, ami ugye nem annyira formális politikai tér, oda tér vissza, és ő lesz a többségi, a határozati pártnak a vezére. Most ez a határozati párt, felirati párt röviden annyi, hogy a 48-as törvényeket kívánják vissza, a forma más, tehát nincs nagy különbség, de ugye ő a felirati párt vezére és a határozati párt. Tulajdonképpen csak formai, Ferenc József királyunk, akkor felirati, ha elismerjük, ha nem, akkor ugye határozatban mondja ki az országgyűlés, hogy kívánja a 48-as törvényeket. Na most ez ugyan egy formai, de Teleki nem így gondolkodik róla, hanem ebben a formában lényeget lát, a magyar alkotmányosság védelmét, és erről egyébként élénk diskurzust is folytatnak Deákkal. Deák leül vele, az egyik ott lévő Deák rokon, Nedecki István le is írja, hogy Deák azt mondta, hogy én melléd állok, hogyha tudsz adni egy arra nézve egy állítani tudod, hogy Napóleon fegyveresen támogatni fog minket. És ezt nem tudja megígérni, hiszen nincs ilyen tanúsítványt vagy megerősítést nem tud adni, és akkor mondja Deák, hogy így viszont a hazámat nem kockáztathatom, és végül is mindenki marad. De egymás évrendszerét ismerik, tudja egyébként Teleki is nagyon jó, hogy nem nagyon tudja megcáfolni igazából, ugyanazt akarják mind a ketten, de valóban a forma, amiben azért lényeg is van, azt egyik sem tudja feladni, és tulajdonképpen ez okoz egy nagy feszültséget Telekiben, aki hihetetlen nagy nyomás van egyrészt, mindenki megváltóként tekint rá, Magyarország nádorának akarják, illetve ki is kiáltják, amikor ugye Széchenyi temetésének egy éves, vagy halálának egy éves évfordulóján
Calvin téri templomból kivezetik, az ifjak vállukra veszik, és Magyarország nádorának tekintik. Egyébként éppen Andrássy Gyulának, a későbbi híres miniszterelnöknek mondja ez alkalommal is, hogy ezt ő nem tudja vállalni, ezt a szerepet nem tudja megoldani máshogy, csak úgy, hogy véget vet az életének. Tehát vannak ilyen pontok, amiket aztán Andrássy Gyula is mond később, és ez a nyomás, ez hatalmas rajta. És és egy másik nyomás jön ugye a saját párt alvezérei felől, Tisza Kálmántól, Podmanicki Figyestől és másoktól is, akik ott vannak a pártjában, akik szembesítik azzal, hogy ha nem állunk Deák pártjára, akkor felfogják az országgyűlést oszlatni, és újra előjön az az elnyomó rendszer, ami 1849 után volt, tehát tulajdonképpen fogadja azt, mi határozott pártiak is álljunk át Deákra, hiszen ugyanazt akarjuk, ugyanúgy a 48-as törvényeket. Tehát ezt Szabad György olyan szépen fogalmazta meg, hogy ugye hajlékonnyá akarták tenni azt a Teleki Lászlót, aki nem tudott hajlékony lenni, hanem megtört, csak törni tudott. Tehát ez Szabad György nagyon szépen, aki egyébként külön könyvet írt erről a kérdésről, és hát ugyanúgy az öngyilkosságig jut ő is el, mármint annak bizonyításáig, mint ahogy általában történészek is. Igazából, és itt a neveltetésre is visszatérünk, ő a római auktorokon tanulta a latin nyelvet, a római hősök nagy önfeláldozása benne van, már a gyermekkori nevelésben is benne volt később. Ugye az is olyan népszerűvé tette, hogy rengeteg párbajt vívott a saját becsületéért, olykor a nemzet védelmében, és hangsúlyoznám, hogy ilyenkor mindig szembenézett a halállal. Tehát neki a halállal való szembenézés az hozzátartozott, az önfeláldozás. Minden ilyen alkalom állítólag több tucat párbaja volt. Egyébként ugye a legjobb barátját meggyilkoló Hajnaut is kétszer kihívta a nyugati sajtó lapjain, de egyébként Klapkát is kihívta az emigrációba, úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok mindenkit, ő ilyen tüzes természetű volt, tehát a radikális politikája ebből is volt, a tüzes, és hogy ő beszél az ellenzékből a legkeményebben, ezt sokan leírják, ugye Mennyászki Cézár fogalmaz talán így, illetve a titkos rendőri jelentésekben is van erre utaló jel. Tehát nagyon nehéz helyzetbe került, amit nem tudott feloldani. És tulajdonképpen az utolsó párbaját saját magával vívta, a lelkiismeretével, ugyanis azt látta, hogy egyrészt nem adhatja fel, ő mindig az elveihez végletekig ragaszkodott, másrészt azt is tudta, hogy ha feladná, akkor sokan azzal vádolnák, amit 1861. januárjában, hogy elhagyta eredeti elveit, az emigrációt, és lepaktált az udvarral. És hogy mennyire igaza volt, az a következő hónapok megmutatták, hogy az udvarnak a felirat sem volt, vagy az is sok volt, tehát tulajdonképpen nem is lett volna értelme lemondani, bár aztán a határozati párt a magyar országgyűlés történetében szinte egyedülálló módon megszervezi a saját leszavazását, de utána az sem jó, ugye az udvarnak, és feloszlatják az országgyűlést. Hogy mennyire népszerű volt? Parancsolj. Mondhatok egy pár, nagyon fontosnak tartok. Kettő percben megköszönjük. Igen. Hogyha, és akkor mi a közvetlen előzménye Dresdába utazásra Telekinek? Ugye a magyar emigráció politikája arra koncentrált, hogy egy magyarországi új függetlenségi háborúhoz a európai hátteret megteremtse. Úgy tűnt 1860-ban, hogy a piemonti olasz-francia együttműködés ehhez
garanciát fogadni. Titkos megállapodás születik az olasz kormánnyal arról, hogy olasz csapatok Dalmáciába fognak partra szállni, és így indul el a magyarországi függetlenség háború. Tehát úgy tűnik 60 őszén, hogy teljesen reális lehetőség nyílik arra, hogy megtörténjen az, amire 49 óta vágyott mindenki. Novemberben azonban Cavour, a piemonti miniszterelnök arról tájékoztatja Telekijéket, hogy az olasz a háború megindítása nem tudni milyen határidővel elhúzódik. Tehát összeomlik az, amiért évek óta dolgoznak. Egy rettenetes lelki állapotot teremt ez. Én azt gondolom, és ezt nem lehet egy tényekkel világosan látámasztani, hogy a Teleki a lelki válságát éli, és ezért képes belemenni egy olyan felelőtlen utazásba, Dresdába, a Habsburgok legfontosabb szövetségese, amiből szinte biztosan lehet tudni, hogy amint belép, nyomon követik és le fogják tartóztatni. Tehát ez nagyon fontos volt az ő szempontjából, hogy amiért harcolt az emigrációban, és ami elérhető közelnek tűnött, hogy megvalósul, egyik pillanatra a másikra szétrobbant. Hogy mondjam, bocsánat, hogy azért, hogy milyen volt ez a korszak is Teleki. Ugye a szász rendőrség okosan nem tartóztatta le, amikor belépett szász országba. Végig várta, amíg elindul haza. Az utolsó utáni pillanatban, hát nyilván követik, hogy kivel találkozik, feltérképezi kapcsolatait, stb. Szállodában összepakolt, hogy induljon, amikor a rendőrség megjelent, és megkérdezték tőle az angol nevét, mindig elfelejtem, Taylor, ugye? Igen. Tehát ugye angol útlevéllel volt, szóval ezt megkérdezik, hogy ön becsület szavára állítja, hogy Mr. Taylornak hívják. Teleki azt mondja, hát ilyet én nem mondhatok, de zárjuk rövidre, Teleki Lászlónak hívnak. Tehát amikor az életéről van szó, akkor se képes hazudni. Őért nem mondhatja, hogy Mr. Taylor, mert az erkölcstelen. Ez csak egy pillanatkép. Tehát és akkor még egyet, hogy mondjak. Tehát utána ugye hazakerül, amit Béla elmondott, és mi az, ami végül is őt motiválja? Mi az ő programja ezen az országgyűlésen? 48 helyreállítása, de egyben demokratikus továbbfejlesztése, mindenek előtt a nemzetiségekkel való megegyezés és együttműködés területén. És megtapasztalja azt, hogy a Magyarországgyűlés nem hajlandó ezen az úton elindulni, és nem hajlandó ezt a megoldást keresni. Reménytelennek látja a helyzetet, sok minden más is közrejátszik, és ezért fordul ehhez a rettenetes számára említett módon értelmezhető megoldáshoz, hogy öngyilkosságot követel. 80 ezertől 150 ezerig teszik azoknak a számát, akik a temetésen részt vettek. Soha a magyar történelemben addig ennyi ember nem vett részt egy temetésen, aminek több szakasza volt. Pesten a Nemzeti Múzeum előcsarnokában felravatalozzák, utána Kerepes, Gödöllő, Aszód, Szirák útvonalon érkezik meg a családi kriptába, a falvakat kivilágítják, fáklyás felvonulás, az ország több pontján megrendezik úgymond a temetést. Tehát egy hatalmas néma tiltakozás indul el a Habsburg elnyomással szemben. Most lesz a legnehezebb kérdésem, ha egy-egy mondatban kellene összegezni, hogy mi az, amit Teleki László életműve a ma emberének, olyan jó, hogy sok fiatalt látni, üzen. És tényleg szigorú leszek, mert már így is majd meg kell magyaráznom a Rubikon Intézetnél, hogy hogyan nem tudtuk tartani, de nem baj, mert gazdag az életmű. Tehát ha egy-egy mondatban kellene összefoglalni, mi Teleki László életművének a legfontosabb mondani valója? Én még gondolkodom. Na, én akkor kettőt nagyon röviden. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb üzenet a politika és a morál összetartozása, amit ő végig inkább feladja magát, képvisel.
hogy csak az a politika lehet hosszú távon sikeres, amely morális alapokon nyugszik. Lehet átmenetileg elérni nagy sikereket immorális eszközökkel is, de a hosszú távon nem az működik. Ez az egyik, amit Teleki végig képvisel. A másik nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni, hogy emigrációba kerülve, sőt már 48. szeptemberében Párizsba kerülve, hogy ő felismeri azt, hogy azok a romantikus álmok, amik az ezer éves Magyarország érinthetetlenségét, örökkévalóságát, a magyarok kultúrfölényét, stb. Képzeli el, ezek irreálisak. Ha Európában ütőképesek akarunk lenni, egy módon érhető el, ahogy a Svajdon 1862-ben megfogalmazza. Nyugat-európai értelemben demokratává kell lennünk, hogy magyarok maradhassunk. Ezt ismeri fel Teleki. Ez a másik nagyon fontos üzenete. Azt a kortársai nem értették meg. Reméljük, hogy az utókor megérti. Köszönöm. Béla? Igen, én is az elveihez való végtelen ragaszkodást emelném ki, tényleg a halálig való ragaszkodást, akkor is, amikor a barátai vagy a pártjának a tagjai meg akarják győzni az ellenkezőjéről. Illetve az, ami a telekiekre nagyon fontos, és itt a neveltetésről beszéltünk, hogy a nemzeti közösségért, vagy éppen a felekezeti közösségért való tenni akarás és tényleges szerepvállalás, ezt ő is folytatta, mint elődei, és ez ma is nagyon fontos. Tehát, hogy úgy keressük az egyéni boldogulásunkat, hogy közösségben élünk, és a közösségért tenni is kell, és ezáltal leszünk egyénileg is boldogak. Ez a telekiek üzenete is, de ennek teljesen megfelelt Teleki László. Köszönöm szépen Erdődi Gábornak és Debreceni Droppán Béla szakértőknek, hogy Teleki László életművéről beszélgethettünk. Tántoríthatatlan elfűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület, írta róla Kossuth Lajos, és köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek Szirákra. Öröm volt itt lenni, Teleki László. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.